Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel szólítom és köszöntöm itt körünkben a Megyeri úti állelátó előtt az Újpest FC elnökét, Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, Ratatics Péter! De azt beszéltük meg így gyorsan, hogy hogyan nézzen ki az ülésrend. Talán nézzen ki úgy az ülésrend, hogy mellette foglal majd helyet az Újpest FC ügyvezető igazgatója, Bencédi Balázs. És akkor majdnem végül, de természetesen nem utolsó sorban, új vezetőedzőnk, aki Svédországban egészen lenyűgöző, de már Magyarországon is kifejezetten elismerésre méltó eredményeket ért el, Bartosz Dzselák. Akinek a szavait természetesen a mindannyiunk által jól ismert Szarka Lúcia tolmácsolja majd. És akkor, ahogy azt mondtam, arra kérném itt a mellettem helyet foglalókat, talán jó is, ha így sorrendben, ülésrendi sorrendben haladunk, hogy az ankét felvezetéseképpen először értékeljék az átigazolási időszakot, azt, ami már mögöttünk van, illetve ami még előttünk áll, hiszen ne felejtsük el, hogy egészen augusztus végéig tart az átigazolási időszak, illetve hát a legfontosabb célokat, elképzeléseket, terveket fogalmazzák meg röviden. A következő szezonnal kapcsolatban, elnök úr, te kezdesz. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm, most jó. Köszönöm szépen. Üdvözöllek benneteket, remélem senkit nem sértek meg azzal, hogyha inkább egy tegeződő. Még hangosabban? Oké. Na, még egyszer akkor nekiugrok. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nagyon megtisztelő. Remélem nem baj, hogyha inkább egy tegeződő viszonyt szeretnénk folytatni. Az nekünk is talán sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb. Nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl, és borzasztó nehéz azt most külön választani, hogy mi az, ami márciustól, március 18-ától kezdve a szezon végéig tartott, és mi az, ami utána. Az első két hónap az nekünk is inkább egy utazópálya volt. Sok olyan dolgot örököltünk, amiben belenyúlási lehetőség, változtatási lehetőségünk nem volt. Én azt gondolom, hogy ezt sokan közületek látta, értette, és nagyon köszönjük, hogy türelemmel és bizalommal voltatok irántunk ebben az időszakban is, hiszen azért ez egyikünknek sem volt könnyű, mert nagyon-nagyon a végéig izgulnunk kellett. Azóta, nyilván már ez előtt is, de azóta meg pláne azon dolgozunk, hogy a következő szezon, és aztán utána az összes többi szezon, ami előttünk van, az már ne legyen egy ennyire izgulós, legalábbis nem a táblázat végén, hanem inkább a táblázat felső részében legyen izgulós számunkra. Viszont azt is tudnatok kell, és ezt gondolom, hogy ezt sok helyen elmondtuk, azt gondolom, hogy sokatok érti is ezt, de mégis mindannyiunkban van egy vágyakozás, egy türelmetlenség, ami azt gondolom, hogy az Újpestnek az elmúlt több mint 10 év méltatlan helyzetéből fakad, hogy szeretnénk minél gyorsabb eredményeket, minél gyorsabb és látványosabb fejlődést elérni. Viszont egy ilyen építkezés, főleg egy olyan helyzetben lévő klubcsapattal, és itt nem csak a játékosokról van szó, ezt mindig próbáljuk hangoztatni és elmondani, hanem tulajdonképpen a klub életünk teljes részébe kezdve az utánpótlástól, egészen odáig, hogy a napi ügymenetet hogyan tudjuk fejleszteni, hogy minden részét a klubnak folyamatosan építeni kezdtük, és ezt a folyamatot folytatni fogjuk. Tehát csak egy pár példa, hogy mindenkinek ez érthetőbb legyen, vagy kontextusba tudjátok helyezni, hogy úgy vettük át a klubcsapatot, hogy nem volt scouting, tehát nem volt játékos megfigyelői csapat, tehát teljesen nulláról kellett indulni. Nincsenek tulajdonképpen visszamenőleges adatbázisaink, amiket megörököltünk volna arra vonatkozóan, hogy melyik játékos, akit megfigyeltek volna, az hogyan illeszkedne ebbe a csapatba. Tehát ez egy teljesen nulláról induló folyamat. És ez
kihatással van erre az átigazolási szezonra is. Tehát azt nyilván nem árulok el ezzel sem nagy titkot, hogy azt mondhatom, hogy az átigazolási szezon szerencsére még nem fejeződött be, még van időnk arra, hogy erősítsük a csapatot, dolgozunk is rajta, és valóban a napokban egyébként lesznek bejelentések, és azt gondolom, hogy ezt mindenki pozitívan fogja fogadni, de azt látnotok kell, hogy nem úgy tudtuk a játékos keresést elkezdeni, mint ahogy egyébként egy normális profi futballszervezetnél ez megszokott lenne. De ugyanez igaz egyébként a játékosok mindennapjára is, hogy a múlt az úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen bejöttek a játékosok 10 óra magasságába, átöltöztek, edzettek egyet, hazamentek. Ez nem teremtette meg azt a lehetőséget egyébként, hogy egy valós közösség jöjjön létre, hogy összekovácsolódjanak. Bevezettük a közös reggelizést, a közös ebédelést, mindenki 8 órára megjelenik a stadionba. A mobiltelefon tiltott dolog, amikor itt vannak, azért, hogy egymásra fókuszáljanak, és ne az egyéb dolgokra. Elindultak a beszélgetések, elindultak az összekovácsolásnak ezek a mélységi elemei. És értelemszerűen az, amikor nem a pályán vannak, akkor sem a lábukat lógatják, hiszen vannak különedzések azoknak, akiknek valamivel meg kell még küzdeniük, általában itt lent a pocak környékén, vagy éppen a lábon kell egy kicsit erősíteni. Hozzáteszem, hogy itt az első sorban sokakról példát vehetnének, mert úgy látom, hogy nem csak a játékosaink, de ti is elég jó tónusban vagytok. Úgyhogy mi is nyugodtabbak lennénk, hogyha ülnétek és nem ugrásra készen állnátok, de azért próbálunk jó dolgokat mondani. Tehát sok apró dolgot rendbe tettünk, vagy elkezdtünk fejleszteni annak érdekében, hogy az egész egy gépezet, egy óraműszerűen kezdjen el működni. Viszont még egyszer ez idő, annak érdekében, hogy minden részét a helyére tegyük, erre kell türelem, de a másik oldalról tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy most vasárnap elkezdjük ezt a bajnoki szezont. Az, hogy milyen lett a felkészülés, arról majd az edző úr beszámol. Én a magam részéről azt látom és tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy ennek a klubnak az egyik legnagyobb ereje az a szurkolókban van, abban a támogatói közösségben, amit ti alkottok, vagy ti vagytok az egyik kor magjának az egésznek. Ez egy olyan lendületet, lelkesedést, olyan plusz motivációt ad mindenkinek, amivel nem a munkanapok kezdését és a végét nézzük, hanem a feladatoknak a megoldásának fontosságát. Igazi motivációt jelentetek számunkra, nem csak azért, mert tartunk a fenyegetésektől, vagy a negatív megtorlástól, hanem a pozitív kommentek is, amik eljutnak hozzánk, az minden nap erőt ad arra, hogy igen, ezt az építkezést, ezt az utat, ezt közösen be kell tudjuk járni. Mivel rengeteg kérdés jött, és ezek elég specifikusak, ezért én átadnám a szót a Balázsnak, hogy folytassa is pár gondolattal, és aztán a kérdések mentén pedig úgyis tulajdonképpen a legérdekesebb, legfontosabb részekre válaszolni fogunk. Köszönjük szépen, és akkor hasonlóképpen egyfajta évadnyitót kérünk Bencédi Balázstól is. Ugye az átigazolási szezon lenne itt fókuszban, illetve hát a tervek, célok a ránk váró idénnyel kapcsolatban. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy ezen az oldalon is ülhetek, mert ott már ültem köztetek. Sziasztok! Így jó lesz így? Így jobb, oké. Okay. Szóval sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt ülhetek ezen a székben, és tehetek az Újpestért. Köztetek már ültem, úgyhogy nekem ez óriási megtiszteltetés volt elkezdeni egyébként ezt a munkát. Jó. Akkor igyekszem jelezni a hangosítás felé, hogyha tudunk némi kraftot adni a mikrofonnak, akkor az is lehet egy megoldás, vagy akár az... próbáljuk meg most? Most jobb. Igen, nagyszerű, köszönjük szépen. Köszönjük. Így oldódjon meg minden, köszönjük. Így van. No, szóval sok mindent nem tudok a Péter szavaihoz hozzátenni, mert nagyon összefoglalta az elmúlt hónapjainkat. Én csak azt tudom mondani, hogy 17-18 játékostól váltunk meg az elmúlt néhány hónapban, ami azt gondolom, hogy önmagában egy komoly lépés. De nyilvánvaló, őket pótolni is kell, és ez
még nehezebb lépés, mert nyilván a színvonalat, a minőséget nagyon komolyan kell nem csak miattatok, hanem alapvetően az Újpest miatt emelni. Én közel 150 játékossal tárgyaltam az elmúlt két hónapban, ezeknek az ügynökeivel is, és ezek nem könnyű feladatok, mert azért az elmúlt 15 év azért nagyon sok problémát és kárt okozott az Újpest fényén. De azt tudom mondani, hogy voltak olyan játékosok, akik alapvetően miattatok jöttek. Akkor azt mondtam, hogy milyen közösségünk van, milyen közönségünk van, ez volt a hívószó. Úgyhogy én csak azt tudom nektek ígérni, hogy kizárólag és csak olyan játékost igazolunk, és fogunk igazolni, és igazoltunk, aki itt kiteszi a szívét erre a pályára. Lehet, hogy lesznek rosszabb napjok, amikor nem játszik annyira jól, de értetek fog játszani, és az Újpestér. Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is átadnám a szót a Bartosznak, aki majd segít elmesélni, mi volt az edzőtáról, meg a felkészülés kapcsán. Köszönjük szépen! És hát valóban, ugye Bártos Dzselaknál az is fontos, hogy hogyan értékeli magát a felkészülést, és milyen állapotban látja a csapatot így a szezon kezdet előtt, különösen annak fényében, amilyen sorsolás vár a mieinkre, ami hát legalábbis nem egyszerű, és akkor még finomak voltunk. Oké, szóval Bártos Dzselak! Sziasztok! Okay, good to see you guys, good to be here. It's really now feels that the season is about to start, and good to feel your energy, because we have been working hard on the training pitch. As we have said here before, it's a lot of new faces in the team, and this summer has been about trying to create a real team. When I arrived to the club, of course, with all the new players, it's a completely new group that needs to perform. We have been working a lot on the team spirit. And in the end, I mean, the main objective for us is to make you guys proud of your team, proud of your club, and that we can be proud of ourselves, and that will require a lot of hard work. I'm really looking forward to the first game, and I'm really looking forward to show you guys what we can do at this early point of this new project. Sziasztok, nagyon jó itt lenni veletek, és nagyon jó látni titeket. Most már tényleg az az ember érzése, hogy gyakorlatilag pár napon belül itt a szezon, elkezdődik az újabb idény, és ez energiát ad nekünk. Nagyon érzem az energiát, ami tőletek jön. Azt tudnotok kell, hogy rendkívül keményen dolgoztunk az elmúlt időszakban a pályán. Nyilván ez amiatt is volt, mert nagyon sok új játékossal kellett egy csapatot összeállítanom. Ez a nyár előr szólt, hogy létrehozzunk, felépítsünk egy új keretet, és amikor én idejöttem, akkor tisztában voltam azzal, hogy egy totálisan új gárdát kell felépítenem. Rendkívül sokat dolgozunk a csapat szellemen, a csapat egységen, és a legfontosabb célunk az, hogy benneteket büszkévé tegyünk. Ránk, a teljesítményünkre, a klubunkra, és ennek köszönhetően mi is büszkék leszünk. De ehhez azonban nagyon kemény és kitartó munka kell. Azt is tudnotok kell, hogy nagyon várom már az első mérkőzést, hogy megmutathassuk, mit tudunk, és hogy újra együtt lehessünk. Köszönjük szépen az első megszólalást, természetesen Bártos Dzselakhoz is számos kérdés érkezett, de tekintettel arra, hogy itt az átigazolások volt az egyik fő téma, ezért most azt javasolnám, vagy azt kérném, hogy Bencédi Balázzsal folytassuk, és ha egy ilyen kérdéscsokrot fel lehetne tenni, vannak, akik az iránt érdeklődnek, hogy a fiatal szabály mennyire befolyásolja majd a kezdőcsapat összeállítását, vagy az edző szerint pillanatilag erősebb csapat játszik majd. Illetve két név az, ami sokszor előkerült a szurkolóknál. Csobot Kevinért érkezette konkrét ajánlat, mekkora az esélye, hogy itt marad Újpesten, illetve Vincent Onovóval kapcsolatban mit lehet tudni biztosan. Akkor kezdjük ezekkel talán. Hát akkor kezdjük az elejéről. A fiatal szabály kérdés, ez mindig előkerül. A maga
klub filozófia és a klub stratégia az, hogy mi nagyon szeretnénk a fiatalokra, a magyar fiatalokra építeni. Tehát ez a kettő, hogy most a legjobb felállás, vagy a magyar fiatal szabály betartása számít-e, ez egyik sem zárja ki a másikat. Tehát azt gondoljuk, hogy a Bartosz egy fiatal csapatot épít, amiben helye lesz a fiatal magyar játékosoknak, akikkel aztán a fiatal szabályt is fogjuk tudni tartani. Tehát azt gondolom, hogy a kettő nem fogja kizárni egymást. Sok játékost igazoltunk, fiatalat is, tapasztaltat is. Nagyon fontosnak találtuk, hogy az még egyszer ne forduljon elő, hogy a csapatunk kapja a legtöbb gólt egy szezonban. Igyekeztünk a védelmet erősíteni. Tudjátok jól, hogy egy nagyon komoly kapussal, és gyakorlatilag három teljesen új védővel gyarapodott az Újpest stábja, illetve Újpest csapata. Nem kizárt, hogy a védelmet még fogjuk mélyíteni, még további védők érkezhetnek. Az egyik olyan poszt, ami még hiányposzt, és nagyon remélem, hogy napokon belül pontot teszünk a végére, az a hatos pozíciója, a védekező középpályás pozíciója, ami ugye megszűri a támadásokat a védelem előtt. Ez mindig is egy kicsit ilyen hiányposzt volt, én azt gondolom, hogy ez egy kritikus dolog, amit remélem, hogy a héten tudunk orvosolni. Középpályán és szervezésben nem vagyunk rosszak, sem a szélsők tekintetében. Ugye a csatár kérdésre sokszor előkerült, ugye már hoztunk egy új csatárt, Karát, aki azt gondolom, hogy egy komoly erősítés a csapat számára, és azt kell mondjam, hogy nagyon remélem, hogy a héten egy nagyon komoly igazolást fogunk tudni bejelenteni csatárposzton szintén. Tehát legalább két komoly játékos is fog a héten. Kettő konkrét névre kitérve, Csobot Kevin az egyik olyan játékosunk, aki azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok büszkeséget hozott nekünk. Ugye az Európa-bajnokságon nagyon szépen szerepelt, nagyon büszkék vagyunk rá egyébként. Nagyon reméljük, hogy a klubunkban tovább fog tudni szerepelni és tovább fog tudni fejlődni. Semmi konkrétum nincs vele kapcsolatban jelen pillanatban. Készül a csapattal, Bartosz igyekszik beépíteni a megfelelő helyre. Én azt gondolom, hogy neki az elsődleges, és nekünk is az elsődleges, hogy egyelőre az Újpestnek hozza a legtöbb dicsőséget, és az Újpestben fejlődjön tovább. Sajnos Vincenttel kapcsolatban, Onovóval kapcsolatban kevésbé vannak jó híreim, és ezt sajnos most már el kell mondjuk, hogy egy nagyon súlyos és makacs sérüléssel küzdik. Igyekszik tartani a lépést a felkészülésben, de látszik, hogy a sérülések komolyan befolyásolja őt. Igyekszünk megadni neki mindent, mert azért azt gondolom, sokat köszönhetünk neki az elmúlt években. Az egyik legjobb, ha nem a legjobb játékosa volt a csapatunknak, tehát sokat köszönhetünk neki, hogy NB1-ben maradtunk. Igyekszünk neki minden orvosi segítséget megadni, hogy valamilyen szinten a lába alkalmas legyen a futballra. Tényleg azt látjuk, hogy az a terhelés, ami ahhoz kell, hogy egy NB1-es csapat, ráadásul az Újpestnek a NB1-es keretében aktív tag legyen, egyelőre ez nem fog működni. Úgyhogy igyekszünk segíteni neki megtalálni a helyét, de rövid távon semmiképpen sem látom azt, hogy ő majd a NB1-es csapat javára lehet. Köszönjük szépen Bencédi Balázs őszinte szavait, és akkor a profi, hogy még olyan kérdésre is válaszolt, amit föl se tettem, de ez tök jó. És akkor hát itt van előttem a kérdések sora, amit a szurkolók megfogalmaztak, és elnök úr bátran bevállalta a legkellemetlenebbeket, vagy kényelmetlenebbeket, úgyhogy most ezzel folytatjuk. Sok olyan kérdés megfogalmazódott, amelyben egy másik csapat neve is előkerül, amelyet most itt nem fogok kimondani, de nyilván mindenki sejtheti, melyikről van szó. És akkor azt mondja, szó szerint idézném ezt a két kérdést.
Miért kell még éveket várni ahhoz, hogy dobóesélyes csapatunk legyen, hiszen az elmúlt 26 év után a szurkolók ki vannak éhezve? Nem gondolják, hogy a magyar első osztályban ez egy kicsit túl sok idő? Sokszor látjuk, hogy egy-egy kisebb csapat is egy jobb alapozás után dobóra ér, sőt megszorongatja ezt a bizonyos együttest. Illetve hány éven belül érhetünk el egy olyan szintet, mint amin ez a bizonyos együttes van? Most akkor kitaláljuk, hogy melyikről van szó, és akkor elnök úr, hát azt gondolom, hogy ez mondjuk a nap egyik legkellemetlenebb része, tied a szó. Igen, köszönöm. Számomra egyébként nincsen kellemetlen vagy tabu kérdés. Ezzel talán dobnám is a labdát, hogy majd így a végén, hogyha van rád időnk, akkor nyugodtan itt élőbe is kérdezzetek tőlünk. Annak van egy varázsa. Főleg így, hogyha még viszonylag kevés alkohol fogyott, akkor azt gondolom, hogy ezt még észszerűen tudjuk kezelni is. A céljainkkal kezdjük először, mert szerintem az fontos, hogy nem akarunk irreális elvárásokat, nem akarunk olyan ígéreteket tenni, amit aztán utána nem tudunk tartani. Most ez sokak számára inkább hangozhat úgy, hogy nagyon konzervatívak, nagyon óvatosak vagyunk, de aki engem ismer, vagy aki esetleg az eddigi szakmai pályafutásomat követte, az láthatta, hogy én inkább aláígérek és túl teljesítek, mint hogy túligérjek és alá teljesítsek. Számomra ez fontos. A másik, hogy egy folyamatos építkezés a lényeg. Vannak olyan csapatok, nyilván ez a kérdésben is benne volt, akik az elmúlt években egy-egy szezon erejéig egy jó szezon tudtak produkálni, de utána eltűntek, vagy jelentősen visszaestek. Ha engem kérdeztek, nekem fontosabb az, hogy évről évre egyre jobbak legyünk, egyre nagyobb célokért tudjunk küzdeni, és ne az, hogy most a következő szezon legyen jó, de aztán utána visszaessünk. Az említett csapatnak az utolérése, nyilván ez egy elsődleges cél számunkra. Mert az, hogy utolérjük a hírnevünket, vagy méltó helyre tegyük vissza a klubot, ahhoz először a hazai mezőnybe kell a legjobbnak lennünk. Utána szövögethetjük a további álmainkat, hogy újra a nemzetközi porondon is híre és olyan hírneve legyen az Újpestnek, ami egyébként már a játékos igazolások kapcsán, ahogy a Balázs említette, ma még jelentős hátrányt okoz, vagy küzdelmeink vannak azzal, hogy mindenkinek nulláról el kell mesélnünk, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, mitől lesz a következő időszak jobb, mint ami a múltban volt. Ha valaki a tehetségét, tudását, a karrierjét arra akarja áldozni, hogy idejöjjön és csatlakozzon hozzánk, az hogyan garantálhatjuk számára, vagy miben hihet, hogy ebbe ő tényleg fejlődni és tovább lépni fog. Úgyhogy ebből a szempontból a szavahihetőség, a kredibilitásunk megtartása, az nekünk nagyon fontos. Ezért a következő szezonra is az elvárásunk az, hogy a tabella felsőházában legyünk, értelemszerűen az első 6 hely bármelyikével. Azt mondhatom, hogy egyébként csalódott már nem lennék, de értelemszerűen minél följebb vagyunk, annál elégedettebbek vagyunk, és túl teljesíteni, mint mondtam, mindig lehet. De egy ilyen átalakulásnál, mint amivel most benne vagyunk, és ez az első év, ezt érteni és látni kell, ebben azért kockázatok vannak. Rengeteget igazoltunk, és még fogunk is, viszont nincsen a futballban, nincsen törvényszerűsége annak, hogy a legnagyobb körültekintéssel megtett igazolás is be fog válni. Amikor elkezdtünk itt az Újpestnél dolgozni, és a kollégák, a szakmai stáb, aki segít nekünk, ők is azt mondták, hogy egy jó szezonban 5 igazolásból, hogyha 3 beválik, akkor az fantasztikus, ha 2, az még mindig elfogadható. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor értelemszerűen azért hordoz magával kockázatot az, hogy azok az igazolásaink, az a csapatépítési folyamat, ami elkezdődik, ez mennyi időn belül tud összekovácsolódni. Hisszük azt, hogy ebben mindent megtettünk, hogy ezt kellő lelkiismerettel, odaadással, edzésmunkával, láptempóval beletettük, de ami ezután jön, azt értelemszerűen az egy folyamatos fejlődési időszak. Mikor leszünk bajnokok? Nekem már volt egy ígéretem erre a sajtó előtt, és ezt értelemszerűen továbbra is fenntartom, hogy még ebben az évtizedben ünnepelni fogunk egy bajnokságot, legalább egyet. És hogy hol, az meg majd egy következő kérdés lesz, hogyha annak nem... Az majd egy következő kérdés lesz, így van. Viszont
Nyugodtan lehet tapsolni, senki nem akadályoz meg ebben minket. Viszont, hogy akkor ezt a témakört rövidre zárjuk, és akkor túl is lendüljünk rajta, akkor még Bencédi Balázshoz adnám tovább a mikrofont, és ugyancsak szó szerint ismertetnék egy kérdést, amely úgy hangzik, hogy miért engedünk be több ferencvárosi szurkolót, kimondtam, zöld-fehér szurkolót a stadion arányaiban, amikor itt darabra ugyanannyi jegyet kapunk, de az a Groupama méreteihez képest csak fele annak, amit nekünk biztosítanak. Ezt kérdezi egy szurkolótársunk, és valószínűleg sok szurkolótársunk. Köszönöm, hogy föltettétek a kérdést, mert Újpest szurkolónként ez engem is zavart, úgyhogy csak egy mondattal válaszolok, pont annyi jegyet fognak kapni, amennyi jár nekik. Úgyhogy pont. Köszönjük, és akkor, mivel az időtényező itt fontos volt ezekben a kérdésekben, ezért erre fűzném föl a folytatást, és Bártos Grzelákot kérném meg a következő két kérdés megválaszolására. Az egyik úgy hangzik, hogy az első öt fordulóban, mikor az előző bajnokság első öt helyezettjével találkozunk, hány ponttal lenne elégedett? Nagyon-nagyon konkrét kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire konkrét választ kapunk rá. Nagyon nehéz a sorsolásunk, ez egyértelmű. It's very difficult to measure happiness in points. I think that what we need to strive for is that we want to see that the team is progressing for every week that we play. I think that you can see at this schedule in two different ways. Either you fear the schedule or you take it as a man, as a challenge, and you go in with 100% of commitment and you try to make something good out of it. I prefer the second option. I know that we are playing that team in green and white. We also have, I'm from Stockholm. We have some derby games in Stockholm. There's another team in Stockholm that plays in green and white. I don't like them either. So I'm used to this. But it will be some interesting games. But I hope for your guys' support and give the energy to the players, give the energy to us, and we will do this together. So I'm looking forward to this. First five rounds. Nagyon nehéz az elégedettséget pontokban mérni. Egyet azonban kijelenthetek, hogy azért fogunk küzdeni, hogy a csapat hétről hétre haladjon, fejlődjön. Kétféleképpen lehet megközelíteni a sorsolásunkat, vagy félve, vagy pedig kihívásként tekintve rá. Én 100%-ban ezt a második opciót favorizálom, kihívásként felvenni a kesztyűt, 100%-ban elköteleződni. Nálunk is egyébként Svédországban, Stockholmban van egy zöld-fehér gárda, én sem nagyon szeretem őket, de hozzá vagyok szokva, hogy van egy ilyen komoly rivalizálás a zöld-fehérekkel. Biztos, hogy nagyon izgalmasak lesznek az első mérkőzések, és nagyon számítok rátok, szurkolóinkra, hogy továbbra is támogassatok bennünket, és adjátok azt a jó energiát, amit eddig sem sajnáltatok. Köszönjük, és akkor egy érdekes kérdés, azt írja egy szurkolótársunk, hogy az Újpest történelme és kultúrája bizonyos mértékben determinálja azt, hogy milyen játékot várnak el a szurkolók a csapattól. Ön szerint, mármint hogy Bártos Grzelák szerint, mik ezek a stílusjegyek, és mikorra várható ezek megvalósulása a csapattól, illetve hát magától, az edzőtől? Ugye a kérdésben még az is szerepel, hogy mikorra lesz ehhez passzoló és minőségű játékos állomány, de azt hiszem ez talán elnök úrék asztala inkább. Well, it's easy to talk, but if I look at all the teams I have coached, all the teams have been hardworking teams. It's my responsibility as a coach to make sure that everyone on the pitch is doing their best, and I think that that's a good start. When it comes to the intensity of the game, I think that is connected to what type of players you have, obviously, but what we are trying to work on the training pitch every week is basically to be a very intense team, to be able to play with a high pressing, be able to playing a fast football, and of course use the skills we have in our team. But you know,
to do that, we need to develop the players we have. We believe in those players, but of course we need to add some players, extra players to this to be able to do this. So, you know, as I say, I want to show you guys what we stand for instead of just, you know, promising things. Nagyon könnyű beszélni, ígérgetni. Én, ha visszagondolok azokra a csapatokra, amelyeket eddig edzettem, mindegyikről azt mondhatom, hogy nagyon keményen dolgozó gárdák voltak, és nekem, mint vezetőedzőnek az a felelősségem, hogy a pályán lévő játékosok kihozzák magukból a legtöbbet, a legjobbat. Ez már egy jó kezdet, hogyha 100%-ban mindent beleadnak. Természetesen, amikor az a kérdés merül fel, hogy milyen a csapat, a játék intenzitása, hát ez nagyban függ a játékosok kvalitásától, képességétől. Minden héten arra kell törekednünk, hogy ezt fejlesszük a pályán, hogy gyorsak legyünk, dinamikusak, hogy magas letámadással tudjunk játszani. Ezek olyan kompetenciák, amelyeket azonban még tovább kell fejlesztenünk. Vannak már olyan játékosaink, akik alkalmasak erre, de továbbiakra is szükségünk lesz, akikkel ki lehet majd egészíteni a keretet. És bízom benne, hogy ez a fajta elképzelés rövid határidőn belül meg fog valósulni. Köszönjük. Elnök úr, feladtad a labdát. Mikor lehet és lesz-e új stadion, és ha igen, hol, kérdezi egyre valójában sok szurkoló. És akkor ide becsatolnám azt is, hogy várhatók-e új szponzorok. Nyilván a kettő között azért van összefüggés is. Igen, a stadion kapcsán, hogy itt két dolog van. Az egyik, azt nem is kell szerintem nektek túlmagyarázni, hogy ez a stadion most már 100 éves múlttal rendelkezik, vagy legalább 100 éves múlttal rendelkezik. Így a nagyjából egy olyan 22 éve volt legutóbb hozzányúlva, felújítva, egy kicsit átépítve. Ugye akkor kapta meg ezt a lelátói fedést, illetve a futópálya szűnt meg. Viszont, hogyha megnézzük részleteiben a kiszolgáló létesítményeit, mindent, ez a stadion, ez elavult. Ez ma már nem tudja kiszolgálni azt a szurkolói élményt, amit egyébként mi biztosítani akarunk a szurkolóknak. Úgy fogjuk fel ezt az egészet, hogy nyilván aki ma itt van, az egy más kategóriás szurkoló. Ti szenvedélyből, lelkesedésből, a csapat iránti elköteleződésből jöttök, és akkor is jöttök, hogyha esik az eső, ha rátok esne az eső, hogyha nem tudom, nem lenne, még nehezebb lenne a bejutás, nincsen tömegközlekedési lehetőség, de ez nem gátol meg benneteket. Viszont szeretnénk azt elérni, hogy a szurkolók olyan nemzedéke, generációja, a gyerekek, mindenki, aki ide kijön hosszú távon, vagy a stadiont látogatni fogja, ez egy olyan élménnyel gazdagodjon, ami valóban egy élmény, és ahol a futballmeccs maga az a fő műsorszám, de nem az egyetlen dolog, ami miatt kijön. Ugye azt is ma láttátok, hogy milyen remek játék lehetőségek vannak, amiket egy ilyen szurkolói napra meg lehet csinálni. Hasonlók minden hétvégén, vagy minden hazai meccs elején része kellene, hogy legyen a futballélménynek, vagy a programélménynek. Itt ebben a stadionban ez nem lehetséges. Tehát az, hogy nekünk kell egy multifunkcionális stadion, amit nagyon sok mindenre tudunk használni, ez szerintem ez eldőlt, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt mindenki támogatja közületek is. És hallom, hogy igen. Tehát van ebben konszenzus. Igen, minden visszajelzés áldás, úgyhogy a megerősítő is. A másik, hogy mikor, elkezdtünk ezen dolgozni, jelentem, tehát ezt már múlt időben tudom mondani, hogy már dolgozunk. És a nagyjából azt gondolom, hogy 3 év az a reális. Tehát a 2027-es szezont tudjuk már elkezdeni egy új stadionba. Ugye ennek van tervezési része, kivitelezési része, értelemszerűen különböző engedélyek megszerzése, de ez egy hosszabb távú folyamat. Ami ennél sokkal nehezebb kérdés, az a lokációnak a kérdése. Ugye itt teljesen transzparensen és őszintén két dologról kell beszélni. Az egyik alternatíva, az egyik opció, amit meg szeretnénk, vagy megvizsgálunk, már alapvetően túl vagyunk ezen a vizsgálaton, és megvannak ennek az előnyei, hátrányai, ez a szentély, vagy ez a lokáció, amin most vagyunk. Az, hogy ide stadiont építsünk, vagy egy olyan modern stadiont építsünk, amit ez a klub nem csak most, hanem
5-10 év múlva is meg fog érdemelni, a táblatokról még nem is beszélve. Ahhoz is több olyan dolgot meg kell csinálni benne, ami nagyon nehezíti az építkezést. Egy 90 fokkal el kell fordítani az egész stadiont, ahhoz, hogy az UEFA, FIFA szabályoknak meg tudjunk felelni. Nyilván abban az északi irányba könnyebben tudunk, bár ott is vannak műemlékvédelmi épületek, amit nem tudunk egyszerűen lebontani. A déli irányba, ott pedig ismeritek, hogy judo stadion vagy terem, jégkorongterem van, tehát nagyon sok mindent kell bontanunk és kellene átalakítani. De ezek, azt gondolom, hogy ezek még mindig kezelhetők, meg ez pénzkérdés. Van egy része, ami viszont nem kezelhető pénzzel, az az a nagyságrendileg 2 év, amikor idegenbe kell játszani. Ugyanis nem tudjuk ezt a stadiont átépíteni úgy, hogy közben itt folyjon a játék. És azt gondolom, hogy sokan közületek, bár látom, hogy azért alapvetően fiatalok vagytok, de sokan közületek emlékeztek arra, nagyjából 20-22 évvel ezelőtt, amikor ez a stadion átépítés volt, hogy hogyan zajlott a hazai meccsek 2 éven keresztül, hol Zalaegerszeg, Szeged, Kecskemét, különböző lokációkon. Ez a hontalannak lenni az soha nem egy jó dolog. Úgyhogy emiatt, illetve még egy harmadik aspektusa is van ennek a lokációnak, ez a tömegközlekedés. Lehet, hogy ezt túldimenzionáljuk, de azt gondolom, hogy egy valós 21. századi meccsélményhez az igenis kell, hogy kötött pályás közlekedéssel ide lehessen jönni a szurkolóknak. Itt most a legközelebbi kötött pályás csomópont az mintegy 20-25 percnyi sétára van. A parkolási lehetőségek borzasztóak itt a környéken, tehát mindez az élmény azt mondom, hogy jelentősen rontja. Mégis, mi az, ami miatt akkor nem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy jó, hát akkor dobjuk ezt a lokációt, az maga a szentély része, maga az emlékek, az érzelmi kötődés ez a stadionhoz, ez a lokációhoz. Igen. A másik alternatíva viszont egyértelműen az, hogy Újpest közigazgatási határain belül, ez nem lehet kérdés, de hogy milyen olyan lokációk vannak még, amik egyébként, ha már elköltözünk, akkor viszont minden doboz kipipál. Hogy van egyáltalán ilyen, ezen területeknek az elemzése zajlik most. Ha ezzel elkészültünk, akkor azt meg tudom ígérni, hogy ez nem egy menedzsment döntés lesz egy oldalúan, hanem ebbe a szurkolók be lesznek vonva. Nem úgy, ahogy anno a címer kérdés volt, hogy rossz akarók is szavazzanak, csak azért, hogy valami rossz verzió legyen megszavazva. Itt megint zöld-fehérekről beszélünk. Hanem itt olyan valós szurkolói bevonás legyen, akiknek utána ezt az életét meghatározza ez az új stadion. Köszönjük szépen! Az egyik legbonyolultabb kérdés után jöjjön a legrövidebb, gyakorlatilag 3 szó. Miért nincsen sportigazgató? Kérdezi egy szurkolótársunk. Igen, illetve az előző kérdéssel borzasztó hosszú választ adtam, de azt gondolom, hogy szponzorok, az fontos volt. Szponzorok, volna. Igen. És ez is egy fontos dolog. Ugye egyrészt láttam már itt egy-két új mezt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy látjuk rajta a MOL logót, és remélem, hogy tetszett nektek ez a fajta verzió, hogy nem piros színben jelent meg, hanem alapvetően ez a lila-fehér verzióban. A szponzorok léte nagyon fontos. Magyarországon és ebben a régióban viszont van egy kulturális probléma a szponzorokkal. Nem igazán része egyébként a vállalati kultúrának azt, hogy jelentős szponzorációkat támogassanak, vagy a szponzorok, vagy mélyen a zsebükbe nyúlva egyébként kiálljanak ügyek mellett. Illetve a mi esetünk abban is még különleges, hogy bárkivel, akivel eddig beszéltünk, alapvetően mindenki nyitott, mindenki jönne, de egyelőre többet akar belőlünk profitálni, mint amennyit hozzá akar adni az Újpesthez. És ez a reláció az, amit mi nem szeretünk. Tehát mi nem azt akarjuk, hogy valaki feltegye a saját logóját minimális támogatás mellett csak azért, hogy ő már megjelenjen. Mi inkább abba a verzióba hiszünk, hogy olyan minőségi szponzorok jöjjenek be, akik minket is emelnek, és mi is emeljük őket. Tehát, hogy ez egy kölcsönös dolog legyen, és ne éljenek vissza azzal a helyzettel, hogy most ez egy új alakuló klub, akkor nem kell valósan a zsebbe nyúlni. Itt egy értéket képviselünk, itt egy értéket képviseltek, egy komoly megjelenés van, egy komoly fejlődési lehetőség van.
Mondom, hogyha valaki közgazdaságilag követi, akkor azt mondhatom, hogy ez a tökéletes beszállási pont, mert ennél minden csak drágább lesz a szponzorok részére. Sportigazgató. Sportigazgató, igen. Sportigazgatói szempontból az, hogy soha nem lesz sportigazgatónk, ezt nem jelentjük ki, nem is jelentettük ki. Viszont most ebbe az építkezéses átalakulási szakaszba egy olyan kultúrát akartunk bevezetni, ahol többen alkotunk egy tanácsadói testületet. Mi úgy hívjuk, hogy játékos committee vagy players committee. Tulajdonképpen a sportigazgatónak ez a legfontosabb szerepe, hogy egyébként a keretösszeállítás, a kereterősítés, az átigazolásoknak a menedzsmentje az hogyan történik. És ahelyett, hogy egy embernek a véleménye és döntése határozná meg a keret kialakítását, mi azt a logikát követjük most, hogy különböző szakemberek vannak, ebben van tanácsadó, van játékos megfigyelő vezető, van ügyvezető, edző, és vagyok jó magam, hogy mi közösen átbeszéljük azt, hogy mire van szükségünk, megnézzük, milyen alternatíváink vannak, bármelyik alternatíva, amelyik felmerül, ahhoz képest amink van, az miben jobb vagy miben rosszabb, valós erősítést jelente. És van egy nagyon-nagyon fontos szempont, ez ma már többször elhangzott, de nekem is meg kell erősítenem, mert mindenkire igaz ez, aki a csapatunk részét akarja alkotni, hogy a teljes elköteleződés és elkötelezettséggel rendelkeznie kell a projektünk vagy a klubunk iránt. Tehát bárki, aki itt van, nem kell, hogy itt maradjon akkor, hogyha nem akar itt maradni. És olyan ne jöjjön, aki nem akar jönni. Tehát csak azért, mert megtehetjük azt, hogy többet fizessünk neki, mint a jelenlegi csapata. Tehát megint, hogy a zöld-fehéreket mikor érjük utol, tanulunk az ő hibáikból, remélem, és gyorsabban és okosabban fogunk mozogni abba az irányba, hogy ne túlfizetett, talán a játék erőt nem képviselő fizetéseket adjunk ki olyanoknak, akik egyébként nem szívből és nem lélekből jönnek ide játszani. Tehát ez egy borzasztó fontos különbség, és ebben azt gondolom, hogy nem egy sportigazgató az, aki egymagába kell, hogy meghatározza az irányt, hanem közösen kell kitalálnunk, és minden aspektusból megnézni azt, hogy ki az, aki a sportszakmai, ki az, aki az emberi oldalát, ki az, aki a pénzügyi fizetési oldalát, és hogyan tudjuk ezt az egészet asztalra téve a legjobb döntéseket meghozni. Köszönjük szépen. Elnök úrhoz és az ügyvezető igazgatóhoz is lesznek még ilyen háttérkérdések, de ha már szóba kerültek itt játékosok, akkor gyorsan Bártos Grzelákhoz fordulnék, és egy villámkérdés erejéig egy játékos van, akinek a neve még név szerint, szó szerint előkerült, méghozzá abban az összefüggésben, hogy hát mi volt a baj Johan Croazéval, miért kellett neki távoznia. Well, I think the answer is quite short, that he is a good football player, no doubt about it, but unfortunately he didn't have the character that I want to build this team on, so he didn't fit into the plans. Nagyon röviden tudok erre válaszolni. Johan kétségkívül kitűnő játékos, de a jelleme, a karaktere nem illett bele a csapatunkba. Köszönjük szépen. És akkor folytassuk a hátteret érintő kérdésekkel. Bencidi Balástól kérdezik, ez egy fontos kérdés, tudom, hogy sokak szíve számára. Létezik vagy lesz-e terv a mérkőzések kezdésének összehangolására, ugye különböző sportágakról van szó, illetve közös jegyakciókra, jégkorong, futszár, röplabda vagy éppen vízilabda csapatokkal, utóbbival, vagyis a vízilabdával kapcsolatban jó lenne, ha segíteni az új vezetés, az UVS-ét visszatalálni az Újpest családhoz. Igen, látszik is, vagy hallatszik is, hogy azért ez sokak szívét megdobogtatja ez a kérdés. Ugye az, hogy mikor rendezzük a mérkőzéseket, és mi a pontos időpont, ez jellemzően nem rajtunk múlik, bár igyekszünk hatásra venni rá, de a tévéközvetítések, különböző egyéb szempontok, más csapatoknak a mérkőzéseit figyelembe kell venni. Nem mi döntjük el alapvetően, mikor játszunk, de természetesen mindig jelezzük MLS felé, illetve mindenki felé, hogyha nekünk erre extra igényünk van. A második kérdéskörre vonatkozóan, ugye
akik mi itt ülünk, alapvetően a újpesti labdarúgást képviseljük. Ugye nem csak a felnőtt első csapatot, hanem a teljes profi labdarúgást, tehát az Újpest futsalt is, és a női labdarúgást is, és ennek a hátterét. A többi sportág ugye a anyaegyesületnél, az UT-nél van, és velük kell majd egyeztetni. Én köszönöm a kérdést ezzel kapcsolatban. Nagyon konkrét információt ezzel kapcsolatban nem tudok én sem mondani még. Egyrészt azért, mert csak most kezdődik a szezon, van olyan sportág, ahol még el se kezdődött. Azt tudom nektek ígérni, hogy fölírtam mindent, és amint lehet, le fogok ülni Öze István úrral egyeztetni arról, hogy egyébként az egyéb sportágokkal mit lehet tenni, meg hogy tudunk egyeztetni, illetve a külön a fog figyelni majd a vízilabdára is. Köszönjük szépen! És ha már az anyaklub szóba került, milyen változások várhatók az egyesített utánpótlásban? Átkerülhet-e a hazai utánpótlás piramis egy magasabb szintjére az Újpest az egyesítés után, vagy van-e esetleg esély akadémia indítására? Kérdezik többen. Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. Ugye, mint azt láttátok, hogy elsők között igyekeztünk összefűzni a szálakat újra, hogy Újpest ne két utánpótlás legyen. Nagyon fontosnak találtuk. Egyébként a stratégiánk szerint is, hogy egy nagyon stabil és nagyon széleskörű utánpótlás bázissal rendelkezzünk. Azzal, hogy a két utánpótlás összevonásával a döntés megszületett, ezzel Budapest és Magyarország legnagyobb utánpótlás bázisát alakítottuk ki. Jelen pillanatban folyik a gazdasági és üzleti háttér kialakítása, még nem kaptuk meg az engedélyt a cégbíróságtól, hogy a közös cég elindulhasson. Erről már nyilván tudni fogtok, mert tervezünk egy nagyobb rendezvényt arra, hogy a kerítést effektíve hogyan bontjuk le a két utánpótlás között a Tábor utcában. Ami azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy tudjatok, hogy egyetlen egy gyerek sem lett elküldve és lesz elküldve az Újpestről, amíg én itt vagyok. Minden korosztályban három csapatot fogunk indítani. A, B és C csapatot. Nem csak azért, mert azt gondolom, hogy minden újpesti gyereknek, és egyébként nem újpestinek, aki hozzánk szeretné jönni focizni, muszáj megadnunk a lehetőséget, hogy nálunk focizzon. Illetve azok, akik már itt fociztak, azok tudjanak tovább focizni. Az A, B, C csapat azért fontos, mert így átjárás lesz a különböző egyrészt korosztályok és a minőség között. Nyilvánvalóan nekünk az az elsődleges cél, hogy a hosszú távú jövőnket a saját utánpótlásunkra építsük. Nem tudom, mi volt a kérdés, bocsánat. Hogy akadémia elindítására van esély? Akadémia. Ugye a két utánpótlás közül az egyik utánpótlás tehetségközpont volt, a másik pedig körzetközpont. Igen, meg tudom erősíteni, hogy a célunk az, hogy a következő évben, megint nem szeretnék túligérni magamat, úgyhogy csak csatlakozom az elnök úrhoz, az a cél, hogy az Újpest akadémia legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor elnök úr, van még egy kérdés, ami ide kapcsolható. Ez a bizonyos Váccal való együttműködés, ami felmerült, aztán úgy tűnik, hogy elhalt. Van-e bármi konkrétum, kérdezik szurkolók, egyáltalán valós-e ez a felvetés, a Váccal kapcsolatos együttműködés? Igen, valósak a hírek és valós a gondolkodás is mögötte. Az egész dolgot onnan közelítjük, hogy nyilván az összevont akadémia, vagy az összevont utánpótlás, amiből akadémiát szeretnénk csinálni. Ez önmagában egy mondjuk azt, hogy ez a koronája, vagy korona ékszere lenne az utánpótlási bázisunknak. Viszont azzal, hogy minél nagyobb merítési bázist tudjunk megszólítani, főleg értelemszerűen tőlünk északra, észak-magyarországi szinten, akár Esztergomtól egészen Diósgyőrig, van egy komoly terület, ahol a fiatal tehetségeket föl kellene kutatnunk és be kellene integrálnunk. Ennek egy gyűjtőpontja lehetne Vác, ahonnan utána a mondjuk azt, hogy tehetségközpontként működve, a legjobbakat kiválasztva át tudjuk hozni a saját akadémiánkra. Itt még akár az is szóba kerülhet, hogy a határon túli, itt főleg Szlovákia déli részéről is hozzunk olyan magyar érzetű fiatalokat, akiket be tudunk ebbe a közösségbe integrálni. A másik, ami viszont egy komoly kérdés, és futball szakmai szempontból itt
itt vagyunk most még elakadva, ez az elemzés zajlik, hogy egy utánpótlásnak nyilván az egyik célja, vagy az egyik fő célja az, hogy hogyan tud profi focistákat kinevelni, és hogyan tudjuk a lehetőséget megadni a tehetségeknek arra, hogy el tudjanak oda jutni, hogy a legmagasabb szinten tudjanak focizni. Itt egy teljesen természetes emelkedő vagy evolúciós része a dolognak, hogy U17, U19, MB3, MB2, MB1. Tehát, hogyha van egy ilyen létránk, amit meg tudunk mászatni különböző játékosokkal vagy fiatalokkal, és be tudjuk őket integrálni, minél hamarabb meccs rutin tudnak szerezni, minél magasabb bajnokságokba, annál készebbek tudnak lenni. Itt a VÁC projektet ebben a kontextusban kell elemezni, hogy ennek az egésznek akkor van értelme, hogyha el tudjuk juttatni a VÁC-ot egy MB2-es szintre. És ki tudunk termelni annyi egyrészt fiatal tehetséget, másrészt működési szempontból fent tudunk tartani tulajdonképpen egy U19, egy MB3, MB2 és az MB1 az nem kérdés ebből a szempontból. Tehát ennek a futball szakmai kérdése zajlik most, és ennek az elemzése történik. Nyilván ezek mind pénzbe kerülnek, ez mind büdzsét kell allokálnunk, és látnunk kell azt, hogy egyébként az a pénz, amit ebbe belefektetünk, az hogyan fog értéket teremteni. Ugye a Vác most a megye 1-ben van, ha jól emlékszem, tehát egyébként is hosszú az út arra, hogy az MB2-be fel tudjon mászni, tehát ez egy több éves projekt, de ennek még a, mondjuk azt, hogy a döntéshez közeledünk per pillanat. Köszönjük szépen, és akkor az a helyzet, hogy időben nagyon jól állunk, rémfegyelmezettek vagyunk, mert hogy gyakorlatilag az utolsó kérdés jön, amit így a háttérrel kapcsolatban fogalmaztak meg a szurkolók, ugye nagyon sokan hasonló kérdéseket tettek föl, és ez pedig úgy hangzik, hogy tagsági, bérlet, szurkolói kártya, kedvezményrendszer bevezetésén gondolkodunk-e, tervezzük-e ilyesmit. Igen, itt egy rossz hírrel kell kezdjek. A bérleteseknek nem lesz ingyen tankolókártyája. Keserű csalódás, úgy érzem. Viszont amire van lehetőségünk, és itt a MOL-os párhuzamot, vagy a MOL-t nem véletlenül keverem bele, mert azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban bizonyítottuk, hogy a MOL-on belül megvan az a tudás és képesség, hogy egy nagyon komoly loyalty vagy hűségprogramot tudjon letenni az asztalra. Ezt mi MOL Move-nak hívjuk, ez nem a reklámhelye, hanem inkább valóban egy bizonyíték arra, hogy 1,2 millió letöltött applikációnk van csak Magyarországon, és ugyanez a program a régióban majdnem 5 millió letöltött applikációt működtet napi szinten. És erre a technológiai platformra, amit egyébként önállóan egy futballklub sem engedhet meg magának, végignéztük az összes, még akár nyilván sokkal erősebb, sokkal nagyobb bajnokságokban, sokkal nagyobb szurkolói bázissal rendelkező bajnokságoknak is a membership kártyájukat, vagy az ilyen klubkártyájukat, hűségprogramjukat, és ott is azt látjuk, hogy nagyon jó dolgok vannak, de ez a fajta informatikai platform, amit nekünk a MOL Move mögött megvan, ezt senki nem tudta megengedni, mert ez több millió ügyfelet igényel. Viszont itt az árukapcsolás úgy jön be, hogy miután ez nekünk megvan házon belül ez a platform, ezért ezt az Újpest számára át tudjuk alakítani, és létre fogunk hozni egy Újpest szurkolói klubot, egyébként az lesz a neve, hogy ezt mondhatom? Klub 1885, nyilván ez lesz a programnak a neve. Ez egy alapvetően applikáció alapú dolog lesz, ugyanúgy ezeket a különböző szintekhez tartozó kedvezményprogramok lesznek benne, különböző aktivitásokra lehet így lehetőséget kapni. Értelemszerűen, hogyha valaki bérletet vesz, az már egy nagyon magas beállási szintet fog jelenteni, onnantól kezdve különböző ajándéktárgyakra, kedvezményekre fog jogosult lenni. Illetve ami a szívemhez nagyon közel áll, hogy ebbe az applikációba is bele tudjuk hozni akár a hotdog versenyt, a sörversenyt, rengeteg olyan dolgot, amit azt gondolom, hogy szívesen fogyasztotok, másrészt össze tudjuk kapcsolni az Újpestet is a MOL működésével. Köszönjük szépen!
Nagyon sok, nagyon fontos kérdésre kaptunk nagyon exakt válaszokat. És tulajdonképpen az utolsó kérdés következik, majd a folytatás forgatókönyvéről annyit, hogy ugye van lehetőség arra, hogy olyan kérdésekre, amelyek nem hangzottak el, vagy olyan érdeklődésekre, amelyekre itt nem kaptunk választ, még kapjunk választ, tehát hogy itt magyarul a helyszínen is lehessen kérdéseket feltenni. Erre egy nagyjából 10-15 percet szántunk, már csak azért is, mert ha hátra nézünk, akkor a játékosok már ott ülnek fönt, és ugye ők arra várnak gyakorlatilag, hogy a beszélgetés végezetével lejöjjenek ide, és közös aláírás gyűjtésre, szelfizésre legyen lehetőség. Úgyhogy hát ez vár még ránk, illetve egy kérdés Bártos Gzselákhoz, ami tehát az utolsó az interneten érkezett kérdések közül. Ez pedig úgy hangzik, hogy mi az, amiben jobbak a lehetőségek itt, mint az előző együttesénél voltak, miért gondolja, miért érzi azt, hogy érdemes volt idejönnie? It's an answer with a few answers in it. First of all, when I met these gentlemen for the first time, I was very impressed of their ideas, of the, what they wanted to do with the club. I saw this as a great opportunity to become a part of something new. And of course, I have played against you guys a few times here, and I have always been impressed with the atmosphere we have in this stadium. I strongly believe that the energy in this club, with the heritage of this club, it's possible to do something great, and I want to be part of this generally. So that is my simple answer. Sok kisebb választ kell belevarázsolnom egy nagy válaszba, hogy miért is választottam Újpestet. Először is, amikor a mellettem ülő urakkal találkoztam, akkor lenyűgözött az az elképzelés, az a jövőkép, amelyet felvázoltak nekem a klubról. Azt éreztem, hogy ez egy olyan óriási lehetőség, részese lenni valami újnak, valaminek, ami most fog megszületni, amiről nem akartam lemaradni. Én is részese akartam lenni ennek. És hát azt se felejtem el, amikor ebben a stadionban ellenetek játszottam a korábbi csapatommal. Mindig lenyűgözött az a hangulat, az az atmoszféra, amit körülvette a játékosokat. Ennek a klubnak olyan energiája és olyan öröksége van, amelynek egész egyszerűen szeretnék én is a részese lenni. Köszönjük szépen! És akkor kollégáimra nézek, hogy a kérdések 5 perce következne, úgyhogy ott van egy jelentkező, hogyha hozzá tudunk juttatni egy mikrofont, akkor, meg a jelentkezőt is, igen, arra kérjük, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy eljusson hozzá a mikrofon. Ott érkezik lentről, igen, mindent megtesz mindenki a siker érdekében, köszönjük, szuper, hadd halljuk. Na, jó. Jó? Kiváló. Nekem egy kérdésem lenne, akivel kapcsolatban az nem más, mint Nebojsa Vignyevics. Sokan láttuk itt Újpesten. Milyen szerepkör tölt be a klubnál? Elnök úr, nem tudom. Igen, elnök úr. Jó. Sportszakmai nyelven levezet. Köznyelvesebben, meg távozó félben. Köszönjük. Nézek gyorsan körbe, ott közvetlenül melletted, mögötted, igen, akkor még egy kérdés. Én nekem annyi kérdésem lenne, hogy itt a Tungsram parkolót lezárták az utolsó pár fordulóra. A gépkocsival érkezőknek ezt esetleg meg lehetne nyitni, vagy van-e valami megoldás, hogy ez tudjon működni? Igen, köszönjük. Ez a kérés eljutott hozzánk, és egy nagyon jó ötletnek tartom. Már a Balázsral közösen bejártuk, megnéztük, hogy egyáltalán miről van szó. Fölvettük a kapcsolatot az MNV-vel, ő a vagyonkezelője a területnek, ugye ez a Tungsram használatából volt, de amióta a Tungsramnak sajnos máshogy alakult a jövője, így használaton kívül van. Az MNV vezetésével egyeztetünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt egy olyan megoldás keretében használni, hogy
mi fenntartjuk, javítjuk az állapotát, ők pedig rendelkezésünkre adják. Én azt gondolom, hogy ez egy, remélem, hogy a nyári szünetek miatt egy kicsit nehézkes az ügyintézés a másik oldalon, de talán egy-két héten belül ebben tudunk jelentkezni. És akkor viszont mindenkinek a részvételére számítanánk egy rendrakás és felújítás tekintetében itt a szomszédban. És nem biztos, hogy ezt a területet egyébként csak és kizárólag parkolónak kell használni, hanem lehet, hogy egy meccs előtti olyan, mondjuk azt, hogy sörkertnek, vagy valami hasonlónak, ahol sok mindent lehetne csinálni. Népszerű ötlet. Kérdés még bárhonnan. Ott van, még két jelentkezőt látok. Egy kollégát ott hátul. Igen. Nem tudom, hogy a mikrofon el tud-e indulni arra felé. El tud. Szuper. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem csak annyi, hogy a női csapatról nem esett ma szó. Ezzel kapcsolatban lehet-e valamit tudni közép, itt a hosszabb távú tervekről? Köszönöm szépen. A hölgyek nagyon fontosak számunkra. Ugye, ahogy elmondtam, annyiban szó esett, hogy a női, ugye még NB2-es csapattal is foglalkozunk, illetve a női utánpótlással is foglalkozunk. Eldöntöttük azt is, hogy azt mondom, hogy ez egy stratégiai döntés lett, hogy a Bánka Kristóf Akadémia az a női akadémia lesz az Újpestnek, tehát minden, ami női futball lesz, az átmegy a Bánka Kristóf Akadémiára, és minden lehetőséget és támogatást megadunk nekik, hogy újra NB1-es klub legyen, és ők is emeljék az Újpest fényét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és ott egy utolsó kérdés, mert hogy aztán várjuk a játékosokat, akik indulóban vannak, és jönnek ide le a pálya szélére, hogy aláírást osszanak, szelfit lehessen készíteni velük. Szóval utolsó kérdés. Sziasztok! Az én kérdésem az lenne, hogy nyilván az átigazolásokról már nagyon sokat beszéltünk, meg érintettük ezt a témát, hogy tehát annak fényében, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk mondjuk az első, vagy az első két évben, hogy mi az a költségsapka, amit mondjuk áldozunk maximum egy játékosra? Köszönöm. Nagyon konkrét pénzügyi kérdés. Igen, hát ha már így egymás zsebébe turkálunk, de... Ugye teljesen logikus a részletekről az a kérdés, így általánosságban és egy kicsit messzebbről közelítve, hogy hát a MOL-nak annyi pénze van, akkor miért nem veszünk meg mindenkit azonnal, és miért nem öntünk be? Ilyet nem akarunk tenni, mert van egy olyan mondás, szerintem igaz, és többször megtapasztaltam életemben, hogy egy régi rendszerbe új pénzt beleönteni, annak nincs sok értelme, szétfolyik, és nem fogjuk tudni jól elkölteni. Úgyhogy értelemszerűen itt nekünk a szakmai stábnak a munkáját kell úgy felépítenünk, hogy a kiszemelt játékosokat minél jobb időben, ritmusban, ütemben tudjuk leigazolni. Hogy ennek adott helyzetben mikor mennyi a költsége, az nagyon-nagyon változik. Értelemszerűen azért az elején, vagy a következő években is kiemelten akarunk figyelni arra, hogy az akadémiáról kijövőket be tudjuk integrálni a csapatba, őértük a nevelési díjakat fizetjük meg ugye saját magunknak, és ez a legjobb díj, amit meg lehet velük tenni. Amikor pedig igazolni akarunk, akkor a hiányposztok azok, amikre a legtöbbet kell, hogy költsünk. Ez látszik most is, hogy eljutottunk abba a szakaszba, most már az átigazolási szezonba, hogy az edzőtábor után nyilvánvalóvá vált az, hogy hol kell még erősítenünk, hol van az, ahol a fiatal utánpótlás nagyon jó, hogy ott van, de még nem kész arra, hogy átvegye a nagyobb szerepet, nekik még idő kell, erre igazolnunk kell. Mennyibe fog ez kerülni? Ez annyiba kerül, amennyibe kerül. Köszönjük szépen. Akkor még egy gyors kérdés a végére, mert tényleg érkezőben a csapat. Igen. Köszönöm, Laci. Egy olyan kérdésem lenne, ugye mondtátok, hogy minden játékos azért jött ide, vagy a klubot szereti, vagy miattunk. Egyetlen kérdésem lenne egy játékoshoz, Babós Levente. Hogy kerül elő a Ferencváros szeretete az ő Instagram, Facebook, bármilyen profilján? Igen, most mondhatom azt, hogy mindenki volt fiatal és bohó, mindenki követette. Nem?
Ennyire nem. Nem, nyilván. Na, azért adjuk meg a lehetőséget szerintem Leventének arra, várjatok, adjuk meg a lehetőséget arra, hogy a pályán bizonyítsa magát, hogy hova hűséges és hova tartozik. Hajrá, Lila! Úgy is van. Hajrá. És akkor, hát egyrészt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött, köszönjük a kérdéseket, az itt elhangzottakat és a neten föltetteket is. Ugye egy dolog van még hátra a mai forgatókönyvből, konkrétan a csapat érkezése, aláírások, szelfik beszerzése. Úgyhogy köszönjük egyrészt a jelenlévőknek, másrészt pedig azt mondja, hogy tisztelt hölgyek, urak, nagyon-nagyon szépen köszönjük Szarka Luciának. És akkor szigorúan alfabetikus sorrendben Bencédi Balázs, Bártos Gzselák és az Újpest FC elnöke Ratatics Péter. Mi pedig vasárnap találkozunk, addig is figyeljünk egy kicsit. Köszönjük szépen!